Sziasztok, én Szabó Sándor vagyok, és ebben a videóban szeretném nektek az önvédelmet bemutatni, de ez nem lesz egyszerű, mert az önvédelem egy nagyon szertágazó terület. Próbálok köznyelven kommunikálni, érthető kereteken belül maradni, hogy mindenki számára világos legyen az, hogy mik a lehetőségei, meg hogy úgy ez az egész micsoda. Sziasztok! A videóban én is szerepet kaptam oly módon, hogy néha felteszek olyan kérdéseket, amik esetleg bennetek is megfogalmazódnak a videó nézése közben. Illetve néha csinálok majd egy kis összefoglalót vagy éppen felvezetést. Remélem nem bánjátok. Az önvédelem az így a társadalom körében, tehát így a lakosság körében, az nagyjából annyit jelent, hogyha téged megtámadnak, akkor te megvédheted magad. És akkor a társadalom nagy része ennyivel le is zárja. De, aki tovább gondolja, abban felmerülnek olyan kérdések, hogy mégis meddig mehet el, vagy mik azok a területek, amiken ő, ő a saját védelmét, mások védelmét, vagy a közérdek védelmét meg tudja tenni. Milyen kereteken belül tud mozogni? Mi az a szint, amikor már, vagy mi az a stádium, amikor már egy helyzet jogos védelmi helyzetnek számít? BTK általános része taglalja a jogos védelmet. A jogos védelem az tulajdonképpen az önvédelmnek egyfajta megfogalmazása. És az általános részben a jogos védelem büntethetőséget kizáró okként van bejegyezve. Magyarul, amit te önvédelemként ismersz, azt jogos védelemként írta meg a törvényben a jogalkotó. Tehát az, hogy te a jogos védelmet a BTK-ból kiolvasod, az még vajmi kevés. Bár már egy jó rálátást ad a területre, de vannak olyan állásfoglalások, például bírói kolokviumok, vagy például egyéb törvények, mint például az alaptörvény, amiben az ötödik cikkelyben rögzítve van az, hogy mindenkinek joga van magát megvédeni. Erről majd később, de alapvetően arra akarom felhívni a figyelmet, hogy vannak olyan rendelkezések, állásfoglalások, amik megmagyarázzák, ki egészítik a BTK-ban foglaltakat. Na most, ha te ezeket is elolvasod, igazából akkor vagy király. De én egy ilyen kivonatot adok neked, Ebben a videóban mindenről. Érted? Mivel a jogos védelem, amit én önvédelemnek fogok nevezni, oké, okay, meg ezt a kettőt majd így keverem, de a jogos védelem és az önvédelem egy. Szóval. A jogos védelmi helyzetet úgy fogom nektek bemutatni, hogy három videót készítek. Ebben a videóban megismerhetitek a jogos védelem történetét valamennyire, mert nagyon bő a téma. Megismerhetitek a jogi állásfoglalást, a lehetőséget, a kereteket. A következő részben be fogom nektek mutatni magát a BTK 22. paragrafusának és a szakaszának a, a tematikáját, meg a magyarázatát, próbálom veletek ismertetni, mert hogy az ugye egy ilyen módosítás, egy ilyen újítás, amit jó pár éve tettek bele a BTK-ba, és ami tulajdonképpen azt szabályozza, hogy ti mikor vehettek egy támadást életelleni támadásnak. De nem úgy, hogy az mikor áll fenn, tehát hogyha valaki késsel jön, vagy ilyesmi, hanem lett egy olyan újítás, ami tulajdonképpen egy ilyen extra jogos védelmet ad számodra, hogyha mondjuk az otthonodban, éjszaka, csoportosan, és még sorolhatnám, milyen feltételek megléte esetén, te alapból életellenes támadásnak veheted ezt a fajta atakkot. Szemben az alapjogos védelemmel, szóval ez egy ilyen nagyon frankó cucc. A második részt, erről fog szólni a BTK 22-ről. Illetve van még a végszükség, Amiről a harmadik rész fog szólni, de a végszükség az gyakorlatilag más, mint az önvédelem, de mégis önvédelem. Mert hogy a jogos védelemben te személyek ellen védekezel, saját életedet véded, mások életét véded, és a közérdek ellen intézett támadásokat véded. Ez a lényege. Míg a végszükségben természeti, elemi károk ellen védekezel, vagy állatok ellen védekezel, érted? Mondjuk. De a jogos védelemben is védekezhetsz mondjuk állat ellen, hogyha azt a ellenet fellépő személy Használja fel ellenet. Szóval azért mondom, hogy ez egy borzasztó átfogó terület, és erről egyetemi előadásokat lehetne tartani. És hát én nem fogok. Aztán ki tudja, mit hoz a jövő. De én részt vettem ilyen egyetemi előadásokon, ennek megfelelően az egyetemi előadásokon hallott szakanyagot is bele teszem ezekbe a videókba, hát most nem szó szerint de úgy lesz, hogy én azt felhasználom, mert borzasztó hasznos. Az önvédelem egyébként már a legrégebbi jogokban és jogrendszerekben is érvényesült. A római jogban megfogalmazást nyert az az elv, hogy erőszakot szabad erőszakkal visszaverni. A természetjogi felfogás szerint a jogos védelem az ember vele született joga. Cicero egyébként ki is mondta, hogy az önvédekezéshez való jog az nem írott, hanem az emberrel vele született törvény. Napóleon is egyébként egy kifejezetten önvédelmi párti vezető volt, ugyanis a Kodepenában, ami a saját törvénykönyve, meghatározta azokat a feltételeket, amelyek mellett ő engedi az egyén testi épsége vagy vagyonal elleni támadásokkal szembeni védekezést. Tehát egyik alapja a római jog, a másik a Napoleon törvénykönyve. A harmadik, ami nagyon sokat hozzátett szerintem a mai napi önvédelmi szabályozásokhoz, az nem más, mint az angol bírói gyakorlat, ami nagyjából arról szól, hogy a főben járó bűncselekmény esetén ezzel szemben fellépve megengedi a jogos védelmet. Magyar tudósok is voltak itt nekünk. Tudod olyanok, akik úttörői voltak ennek a jogos védelmi szabályozásnak? De volt itt a 19. században Magyarországon két jogtudós, bizonyos Slementics és Vuketic. Ők gyakorlatilag a jogos elméletét Feuerbach nyomán építették fel, és most tudom, hogy ez túl tudományosan hangzik, de figyeljetek, mert ez segít megérteni azt, hogy hogy működik ez az egész. És az szerintem egy fontos alaptézise annak, amit mi most törvényi szabályozásba kaptunk. Tehát ez mindennek az alfája és omegája. Mindketten ősognak tekintik az önvédelmet, melyről a társadalomba lépett ember lemond. Tehát onnétól kezdve, hogy te a társadalom tagja vagy, így a védelmi jogodról tulajdonképpen lemondasz. De ez a védelmi jog, ha az állam segítsége hiányzik, akkor feléled. Érted? Látod, hogy milyen nagyszerű. De lássuk, hogy ez hogy épül be így 2024-ben a jogos védelembe. Egy alkotmányos jogállamban kizárólagos büntető joghatóság az államnak van. Tehát ez a jog akkor élet fel, Hogyha az állam nem tudja teljesíteni azt a védelmi funkciót, amit ugye a társadalomban lépéssel ő feléd vállal. Mondom. Ilyenkor az állam azért nem tud beavatkozni, mert nincs lehetősége, például nincsen a helyszínen rendőr, mert nem érnek oda abban a pillanatban, és a megvárásuk veszélye járna. Most pedig lássuk az időbeniséget. Mennyi ideig áll fent a jogos védelem, mint jog? Mondasz rá, Sándor, egy példát. Például most itt becsengett valaki, szerda van, és azt mondja, hogy utállak, meg egy unszimpatikus videós vagy, és agyba főbe ver. Én meg azt se tudom, hogy mi van, érted? Testi sérülés szenvedek, mondjuk súlyosat, eltörik a kisújjam. Nyolc napon túl gyógyul. Súlyos testi sérülés. És akkor én elmegyek az ügyeletre, itt nekem azt mondják, hogy jó, hát ez begyógyul meg, nem gáz meg, mit tudom én. És eltelik egy nap, eltelik két nap, és hát én pénteken azt gondolom, hogy figyelj, hát azért nem hagyom, hogy velem szórakozzanak, elmegyek a támadóhoz pénteken, úgyhogy szerdán történt az esemény, és akkor én revanssot veszek, becsengetek, hogy jó napot kívánok, Lackó itthon van legyen szíves szólni neki. És akkor én azt mondom neki, hogy szerdán megtámadtál, igaz, hogy most péntek van, de jöttem revansot venni. És akkor én őt megtámadom. Na most ezzel én büntethetővé válok ugyanúgy, mint a Lackó, aki engem szerdán bántalmazott. És hát ez egy elég nagy közhely, mert ugye nem lehet mindenki mellé rendőrt, vagyonőrt, meg testőrt állítani, és itt ez az egyik alaptézise annak, hogy ha nincs ott a hatóság, és te egy olyan védelmi helyzetben vagy, akkor ezt a kizárólagosságot, amit mondtam az előbb, ezt a büntető joghatóságot, a támadás idejére, tehát amíg egy intenzív támadás van ellenet folyamatban, ezt a te adja a büntető joghatóságot, hát most nyilván olyan keretek között, hogy te meg tudjad magad védeni. Mert nincs az államnak lehetősége, hogy ott helyben rögtön, azonnal beavatkozzon. Tehát a különbség, hogy azonnal a támadás idejére van meg ez a lehetőséged. Két nap múlva nincs, két hét múlva nincs. Érted? Hogyha nem önvédekeztél, és elteltek napok, akkor te elmehetsz feljelentést tenni, és akkor az állam gyakorolja a joghatóságot, vagy a joghatóságát. De abban az esetben, hogyha te a helyszínen kivédekezed ezt, akkor az tök jó. De ennek egyébként nagyon szigorú feltételei vannak, de erről a videó későbbi részében. Lássuk mi szabályozzák még az önvédelmet a BTK mellett. Ezeket a kiegészítő szabályokat fontos ismernünk ahhoz, hogy tisztában legyünk a jogos védelemmel. Sándor gyorsan ismertes is pár ilyen jogszabályt. Gyorsan ismertetnék pár olyan szabályozást, ami a BTK mellett párhuzamosan garantálja, illetve szabályozza vagy kiegészíti a jogos védelmet. Ilyen nekünk rögtön az Alaptörvény 5. cikkeje, amely kimondja, hogy mindenkinek joga van, törvényben meghatározottak szerint, a személye, illetve a tulajdona ellen intézet, vagy az ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támres elhárításához. Ez mind szép és jó. Sokan ugye nem ismerik a jogos védelmet ilyen szinten, és valamikor úgy védekeznek, hogy nem állnak fent a jogos védelem feltételei. De mi van olyankor, ha fent állnak a jogos védelem feltételei, és védekezek, hát akkor én is bűncselekményt követek el. Például, ha sérülést okozok a támadónak. Mond már, elkérlek, hogy ez hogy van. A jogos védelem abból meríti a megengedettségét, hogy a jogosan védekező jogtalan emberi támadást hárít el, tehát a jogtalan áll szemben a joggal vagy a jogossal. A támadó a jogtalan, az önvédekező a jogos. Hát akkor, ha fent állnak a feltételek. És szerintem fontos, hogy ezeket megértsed, mert ha ezeket nem érted meg, akkor... Na. Tehát igazából ez annyit jelent, hogy látszólag ugyan te bűncselekményt követsz el, mikor mondjuk könnyű testi sértést, vagy súlyos testi sértést okozol mondjuk a támadódnak, de ez csak látszólagos, hiszen a bűncselekményeknek vannak olyan Feltételei, amiknek meg kell valósulnia ahhoz, hogy egy cselekmény bűncselekmény legyen. végség vagy büntet. Tök mindegy. Hogyha ezek a feltételek nincsenek meg, akkor az adott cselekmény nem bűncselekmény. Tehát te látszólag bűncselekményt követszel azzal, hogy sérülést okozol, de mivel nem áll fent a bűncselekménynek az egyik olyan alapvető feltétele, ami a társadalomra való veszélyesség, így kizárja a te büntethetőségedet a későbbiekben. Hát ezt nyilván majd egy eljárásban fogják itt neked vizsgálni, de a vizsgálat végén, elején, közepén, több, mindegy, mikor, hol, megállapítják azt, hogy fentálltak-e a jogos véden feltételei, és ha igen, akkor onnétól kezdve nem bűncselekmény a te cselekményed, bármit is csináltál. Hát ezért kell nagyon képbe lenni, és ezért próbálok magyarázni, és egy olyan videót készíteni, ami talán egy kicsit nagyobb rálátást ad erre a témakörre. A jogtalan támadás elhárításának a kockázatát a jogtalan támadónak kell viselni. A megtámadott, elhárító cselekményét méltányosan kell megítélni. A BTK indoklása szerint egyébként a jogtalan támadónak kell viselni azokat a kockázatokat, amik a támadásával járhatnak. Hát itt most természetesen vannak büntetőjogi vonatkozású kockázatok is, de most maradjunk annál, hogy ha ő megtámad téged, akkor neki benne van az a pakliban, hogy te visszatámadsz. Tehát ezt a kockázatot ő viseli. Az állam, mivel jogtalan az ő cselekménye a te irányodba, nem vállal garanciát arra, hogy az ő esetleges sérüléseit majd egy büntető eljárás keretein belül kivizsgálja, és erre neki egy jogorvoslatot ad, és te kapsz egy ítéletet. Ez az ő kockázata onnétől kezdve ahogy az ő cselekménye a te irányodban jogtalan. Figyelj, ezt tényleg csak így tudom neked elmondani, és tényleg csak így tudlak végigvezetni az egészen. Tehát az önvédelem most már látod, vagy jogos védelem több attól, hogy te veszel egy gumis fegyvert, vagy te veszel egy gásprét, vagy bármit. Az önvédelem alapja a jogi ismeret, és azt mindig is mondtam, csak nem fejtettem ezt így ki, ilyen részleteibe érte. Oké, tehát eddig megtudhattuk, hogy a jogos védelmet szabályozza a BTK és az alaptörvény. Van-e még olyan a számos szabályozó közül, amit érdemesnek tartasz kiemelni? Ha igen, akkor mi az és miért? 2013. július 8-án a Kúria meghozta: figyelj, jegyezd meg, 4 per 2013-as számú BJE határozatot, tehát Béla János elemér határozatot. Ez tulajdonképpen a Kúria Büntető Jogegységi Tanácsaként eljáró büntető kollégium egyetértésével a jogos védelm feltételeinek egységes értelmezés és alkalmazása ö, érdekében került sor. Engem érdekelne, hogy mi a helyzet akkor, amikor te meg akarod előzni az önvédelmi szituációt. Most nem arra gondolok, hogy amikor riasztót teszel, hanem például amikor valamilyen durva csapdát kiteszel olyannak, aki illetéktelenül behatol az otthonodba. A jogos védelemnek úgy gondolom, hogy itt időszerű lenne bemutatnom egy olyan válfaját, ami a megelőző jogos védelem de nem akarlak titeket, már egyébként is szerintem lehet, hogy ez egy kicsit sok, tehát a megelőző jogos védelemről, tudjátok, mikor áramot vezetnek a kerítésbe, meg megmérgezik a bort, meg ilyenek, hogy ne lopják el, vagy ha ellopják, akkor így jártak. Nem bántanak, de nem bántom, nagy hogy azt de ott lakik még. jó? Akkor nem kurva Azt mondja, hogy nem bántanak, ha hagyják meg a velet! Nem bántanak, ha meg a velet! De megérdemelni, hogy csak ő érdek! meg mit mondja? Közösen, Azért tartom fontosnak, hogy ezt a megelőző védelmet külön taglaljam, mert ha én ezt most belefűzöm ebbe a mondandóba, egyrészt több órás lenne a videó, másrészt pedig talán egyszerre sok is lenne, hiszen én most titeket a jogos védelemmel ismertetlek meg, meg hogy ezt az egészet megértsétek, hogy ez miért van így. Tehát akkor erről is majd igyekszem egy külön videót csinálni, a megelőző védelemről. És akkor most lássuk, hogy mi az a jogos védelem, meg mik a feltételei, meg mi az, hogy jogtalan támadás. De szerintem hasznos volt ez az idő, amit rászántunk arra, hogy elmagyarázzam, hogy hogy jutottunk el társadalmi szinten, vagy akár a jogalkotó milyen igényekből fakadóan és milyen szabályozással hozta létre mondjuk a jogos védelem. Nek a BTK-ban elhelyezett megfogalmazását, meg kritériumait. Hát ez most így lehet, hogy megint túlizé volt. De mindegy. A jogos védelem vizsgálata kapcsán a következő kérdéseket kell megvizsgálnunk. Mi az a jogtalan támadás? Olyan magatartás, amely a külvilágban aktív cselekvőképességben jelenik meg, és a törvényben támadás kifejezéssel nevesített speciális ismérve az, hogy intézet. Akkor intézett egy támadás, hogyha az már megkezdődött, tart, vagy pedig így folyamatban van. Tehát intézett támadás, megkezdett támadás, egy folyamatban lévő fájt, atak. A jogtalan támadást úgy tudjuk itt nektek értelmezni, hogy a jogos védelem intézménye kizárólag olyan támadások elhárítását szolgálja, amelyek embertől erednek. Támadás csak aktív emberi magatartása valósítható meg. Tehát a jogtalan támadás megnyilvánulhat konkrét támadásban, aminek aktívnak és intézetnek kell lennie. De a támadás előtti helyzet adhat -e okot arra, hogy te védekezni kezdjél? Tehát amikor közvetlen már a jogtalan támadás előtti nagyon rövid időszakról beszélünk. Magyarán, meg kell -e várni azt, hogy a támadó megüssön? A jogtalan támadással közvetlenül fenyegető magatartás, ami még nem támadás. Hát ez azt jelenti, hogy a támadás megkezdésének nincs akadálya, azaz a támadás nyombani bekövetkezésétől lehet tartani ami közvetlen fenyegetettséggel bír. Na most a jogalkotó az nem követeli meg azt, hogy a, az önvédekező kivárja az első ütést például, de ennek a helyzetnek, amiben ugye már fennáll a jogos védelem, mint lehetőség, olyannak kell lennie, hogy közvetlen fenyegetettséggel bírjon attól kell tartani az önvédekezőnek, hogy az a helyzet, ami az előző, tehát az intézett támadás, az be fog következni. Tehát a második pont, ez a közvetlen fenyegetéssel fenyegető helyzet, ugye, vagy szituáció, az az időbeniségben az intézett támadás megelőző része. Tehát az első az arra vonatkozik, amikor oda jön és elkezd ütni. A második az arra vonatkozik, hogy nyombani bekövetkezési lehetősége van, mert egy közvetlen fenyegetettségi helyzet áll fent. Most, hogy már tudjuk, mi a jogtalan támadás, nézzük meg, hogy a jogtalan támadás mire irányulhat. Tehát, hogy mik azok, vagy kik azok, amiket a támadás veszélyeztethet vagy veszélyeztetni fog. Érthetőbben, hogy mik azok a dolgok, amiket te megvédhetsz a jogos védelem keretein belül saját vagy mások testi épsége, élete, egészsége, szexuális szabadsága sorolhatnám napestig, a vagyoni javak védelme tartozik még ide, amit, amire kiterjeszti ugye ezt a jogos védelmet a jogalkotó, illetve ide tartozik a közérdek ellen intézett támadás, vagy... A következőkben azt vizsgáljuk, hogy túl tudod elépni a jogos védelmi kereteket, vagy hogy létezik-e az arányosság és a szükségesség elve. Igen, túl tudod lépni a jogos védelem kereteit, de erről majd egy külön videóban számol be a Sándor, mert ez egy nagyobb témakör. Viszont az arányosság egy vitatott kérdés az önvédelmisek körében, de hamarosan megismerheted, hogy miként van jelen az arányosság és a szükségesség a jogos védelemben eljutottunk egy olyan területre, ami igencsak nagy vitákat kavar egyébként mind a jogalkotóknál, mind pedig a társadalom körében, már azok körében, akik foglalkoznak ezzel a témakörrel, hiszen a korábbi csatornámon ott én is kaptam ilyen kommenteket, hogy hát ilyen, hogy szükségesség, meg arányosság, ezek nincsenek már benne a BTK-ban, és én milyen hülyességeket beszélek, mert ez már nincs. Hát a BTK-ban valóban nincs benne, de attól még van. Az önvédekező cselekménye jogosságának megítélésében továbbra is jelentőséggel bír a szükségesség és az arányosság vizsgálata. A BTK 22 nem használja az arányosság kifejezést, valóban, azonban, amint erre a BTK indoklása is utal, az elhárító cselekmény vonatkozásában a magyar büntetőjog két követelmény vizsgálatát teszi kötelezővé, ez a szükségesség és az arányosság követelménye. Az arányosság végül kimaradt a szóban forgó törvény szövegéből. Következtetésképpen van olyan felfogás, hogy a magyar büntetőjog nem teszi kötelezővé az arányosság követelményének a vizsgálatát. Ez utóbbi felfogás ölt testet a 4 per 2013 BIE határozatában, amikor leszögezi, hogy a hatályos szabályozás tudatosan mellőzi az arányosság fogalmának megjelenítését. De ismert olyan nézet, ami szerint a szükségesség nyilvánvalóan tartalmazhatja az arányosságot is, azonban ez szabad mérlegelés kérdése. A BTK szerint az elhárító cselekmény jogos, amennyiben a konkrét támadás elhárításához szükséges. A szükségesség mindenek előtt azt jelenti, hogy a támadás csak formailag bűncselekményt megvalósító cselekménnyel hárítható el. A jogtalan támadás vagy azzal való fenyegetés értékelése a jogalkalmazón, tehát az ügyészen vagy bíró múlik, és ennek eredményeképpen juthat arra a megállapításra, hogy az intézet vagy fenyegető magatartás, nem indokolta az elhárító cselekményt, mert az nem volt szükséges. Tehát a szükségesség hiányzott az önvédekezőnek a tevékenységéből. Tehát úgy önvédekezett, hogy az nem volt szükséges. Vagy pedig olyan mértékben önvédekezett, hogy ennyire nem lett volna szükséges önvédekezni. Mondhatnánk, hogy akkor minek önvédekezzek, inkább megpróbálok valahogy felszívódni ott a helyszínen, vagy kihátrálni az egészből. De a szükségesség az pont arra vonatkozik, amikor te nem tudsz már kihátrálni. Érted? Jogtalan támadás és szükséges önvédelem. Muszáj, nem tudsz más tenni. És mi a következő részben már nem szeretném ezeket a szükséges elemeket, meg ilyeneket tárgyalni, vagy taglalni, ezért beszéljünk egy kicsit a túllépésről is. Itt az elhárítás szükséges mértékének a túllépésére gondolok. Büdös Nem volt még velem senki Ez a helyzet akkor következik be, ha kirívó aránytalanság van a támadás és a védelem intenzitása, valamint a támadással célba vett, és az elhárítással okozott sérelem között. A jogtalanul megtámadott személynek védekezése során a legenyhébb elhárítási módot kell választania. Több alkalmas eszköz és mód közül annak az alkalmazására kerülhet sor, amelyik, amellett, hogy a szükségesnek megfelel, a támadónak a legkisebb hátrányt okoz. A jogos védelm körében nincs olyan szigorú, arányossági szabály, hogy a támadónak nem lehet büntetlenül súlyosabb sérelmet okozni, mint amilyennél a támadás objektíve fenyeget. Beszélhetnénk még sok mindenről ez esetben. A lényeg, hogyha szükséges, akkor mindig úgy védekez, és akkor a törvény mellette áll, amennyire szükséges. Tehát ez a lényeg. És azért mondtam el ezeket a feltételeket, meg fogalmi rendszereket, vagy akár a kialakulását a jogos védelemnek, mert a következő videóban én már kifejezetten a jogos védelemmel szeretnék foglalkozni, viszont anélkül nem lehet, hogy valami előzetes bevezető ismereteket ne kaptatok volna az egészről. Tehát ez a rész nagyjából ennyi lett volna, én köszönöm szépen a megtekintést, hamarosan jelentkezek a következő részsel, amely már a BTK 22. szakaszával, tehát a jogos védelemmel önmagával fog foglalkozni. Egyébként azért is jó ez a BTK módosítás, mert, mint láthatjátok, ahogy az előbb is mondtam, az ügyészre, a bíróra van néhány esetben bízva a szükségesség vagy pedig az arányosság vizsgálata, tehát leginkább az arányosság vizsgálata, és vannak olyan esetek, amikor ez az arányosság nem játszik. De viszont ahhoz, hogy én ezt a következő videót meg tudjam csinálni, és meg is értsed, ahhoz el kellett mondanom, hogy egy nagyjából egy ilyen alap eset, az milyen előnyökkel jár, milyen jogokkal jár, viszont milyen rizikókkal jár. Na most ehhez képest értékelni fogod majd azokat a BTK-ban változásként vagy újításként behozott olyan szempontokat, amik alapján ezt az arányosság dolgot te ki tudod majd zárni. Ez a videó ennyi lett volna, én köszönöm szépen, ha tetszett, akkor mindenképp iratkozz fel, illetve ha van bármi mondani való a videóval kapcsolatban, akkor egészen nyugodtan írd meg a komment szekcióban. Ennek külön örülök, mert akkor az algoritmus is felkapja. Ha hasznosnak ítélted meg, akkor pedig oszd meg. Köszönöm szépen! about them.